rád is számítunk. A fiatalok körében már a legnépszerűbb. Óriás plakát kampányt indít szerte az országban. A fiatalok körében már legnépszerűbb pártként a Mi Hazánk mozgalom, miután a Medián is megerősítette, hogy a 18 és 29 év közöttiek korosztályában 20%-os támogatással első a rendszerellenes pártként egyre ismertebb Mi Hazánk. Minden megyeszékhelyen és több településen is kikerül óriás plakátunk, vagy ilyen nagyobb úgynevezett mega plakátunk is, illetve a belvárosi részeken City Light plakátjaink lesznek márciusban 5 plakátcég felületein. Fokozott feladatunk és felelősségünk is van a fiatalok képviseletében, miután Magyarország legismertebb és vezető közvélemény kutatója, a Medián azt is kimutatta, hogy a szavazók átlag életkora a DK-nál 60 év, a Mi Hazánknál viszont 40 év pusztán. Ezért is verhetetlen a fiatalok közt. Az ifjúsági vezetőként ismerté vált Torockai László is a ciklusokon át legfiatalabb országgyűlési képviselő, jelenlegi ciklusban is korjegyző Dúró Dóra pártja. A fiatalok körében a Mi Hazánk 20%-os eredményével szemben a Fidesz mindössze 14%-os támogatottsága azt is mutatja, hogy miénk a jövő, és a jövőt nem lehet megállítani. Váltsunk kormányt, váltsunk ellenzéket, így szólt pártunk egyik első jelszava, és a lázadó ifjúságnak nyilván szimpatikusabb a rendszerellenes pártunk, de a Mi Hazánk Víradat programjának elismerése is, hogy főként, akik első választóként nem több évtizedes megszokásból szavaznak valamely pártra, hanem tudatos választók, azok jóval nagyobb arányban támogatják mozgalmunkat. A kutyapárt legalábbis e korosztályban való domináns kimutatása nem a szavazásokon megnyilvánuló valódi választásnak tűnik, ott azért komolyabb döntést szoktunk hozni, inkább csak egy időközi trollkodásnak, üzenetnek, hogy a balliberális ellenzék nemhogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlan. A Momentum mostani óriás plakát kampányának általunk leleplezett amerikai támogatásból való tiltott pártfinanszírozása és pénzmosása pedig azt is mutatja, hogy nem volnának jobbak, kevésbé korruptak sem a jelenlegi kormánynál. Március 15-én 15 órától a Pilvax közben a március ifjak lázadó szellemiségével követeljük a 12 pontból azt, hogy magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A fiatalok körében már legnépszerűbb pártként fokozott szerepünk és felelősségünk van az ifjúság képviseletében, ezért is kap szót a március 15-i béketüntetésünkön a Mi Hazánk ifjúsági tagozatának egyik alelnöke, és most is itt van mellettem a Mi Hazánk ifjainak elnöke, Binder Csaba. Támogatottságunk mellett a felelősségünk is nagyot növekedett, hiszen bennünk látnak a fiatalok erőt és alternatívát az elmúlt 30 év politikai elitjével szemben. Akik képtelenek őszintén beszélni azokról a problémákról, amelyek több százezer fiatalt érintenek az egész Kárpát-medencében. Így minket is, hiszen mi nem a fiatalokról beszélünk, hanem a fiatalokkal, átélve a minket is érintő élethelyzetüket. Az elmúlt napokban beköszöntött a tavasz, vége a hideg, és sokszor az iskolai tantermekben is dermesztőt élnek. Hiszen a kormány döntésének értelmében a fiataloknak 18 fokos iskola tantermekben kellett tanulniuk, és így ez az évszak ez rendkívül hosszúnak tűnt. Csak úgy, mint az elmúlt 30 év, amelyből 2022 áprilisában elkezdtünk kikecmeregni, amikor a Mi Hazánk mozgalom bejutott a parlamentbe. Az új generációnak így már nem a rettentően kínos és unalmas Orbán-Gyurcsány dilemmából kell választania, hiszen ők bebizonyították, hogy képtelenek itthon tartani a jövő nemzedékét. Itt az ideje tavaszi nagytakarítást végezni a parlamentben is. Arrogáns és korrupt pártok helyett megérkezett az a politikai alternatíva, akik amellett, hogy meghallgatjuk és a döntéshozókkal szembesítjük a fiatalok kéréseit,
olyan javaslatokkal álltunk elő, amelyek tervezhetőbb és biztonságos jövőt jelentenek az elvándorlás helyett. Érdemelvű és igazságos iskolarendszert szeretnénk, ahol senkinek sem kell félnie, ahol mindenkinek biztosított a tanuláshoz való joga. Aki nem akar beilleszkedni, és csak terrorizálja társait, valamint tanárait, azt igenis szegregálni kell. Az államra már csak korlátozottan számíthatunk a közbiztonság területén is, ezért a fiataloknak meg kell tudniuk védeni önmagukat. Legyen a testnevelési órákon küzdősportoktatás is. Valamint az 50 órás közösségi szolgálatot szeretnénk, hogyha 7 napos honvédelmi alapkiképzéssel is ki lehetne váltani. A magyar oktatást az elmúlt 30 év egyik kormánya sem kezelte helyén. Sem szakmai megbecsülést, sem korrekt finanszírozást nem biztosítottak megfelelőképpen. A pedagógus életpályát is totálisan életszerűtlen megoldásokkal vezették be, ezzel túlterhelve őket adminisztrációval. Bérezésük a mai napig brutálisan alacsony, a diplomás átlagbér szintjét meg sem közelíti. Egészen elképesztő, hogy azoknak, akiknek minket a életre kellene felkészíteni, azon kell izgulniuk, hogy hónap végén be tudják-e fizetni a számlákat. A mi hazánk szerint az ő megbecsülésük nélkül nincs minőségi oktatás, ezért pártunk a 2023-as költségvetés módosítása során is közvetíti tanáraink 45%-os béremelési igényét. Tanáraink bére helyett azonban az albérletárak szálltak el, amelyek már a diák pénztárcával szinte megfizethetetlenek. Nem tudunk úgy önálló életet kezdeni, hogyha az elköltözés sokáig szinte lehetetlennek látszik. Bérlakásépítési programot és alternatív lakhatási formaként élhetőbb kollégiumokat követelünk. Elég volt az omladozó falakból, a húzatos ablakokból, a penészes zuhanyzókból. Sok kollégista már annak is örül, hogyha nap végén meleg vízzel tud lezuhanyozni. Működőképes számítógép és internet használati lehetőséget, tisztább és modernebb körülményeket szeretnénk a kollégistáknak. A jogosítvány megszerzése szintén sokunknak jelent óriási anyagi nehézséget, főleg azoknak a nagycsaládosoknak, ahol akár több gyermek egyszerre tanul megvezetni. 20 év alatt ingyenesen megszerezhető jogosítvány lehetőségét szeretnénk, természetesen legalább általános iskolai végzettség mellett. A jogosítvány szerzés terén mindannyian hallottunk már a borítékozás rendszeréről, amikor nem a teljesítmény, hanem a vizsgabiztosnak csúsztatott boríték a garancia a sikeres forgalmihoz. A mi hazánk ezt a korrupt hozzáállást is azonnal felszámolná. Eljött a mi időnk, hiszen a baloldalnak nem megy az új Lenin fiúk kiképzése, a Fidelitas pedig kiöregedett. A generációnknak az úgynevezett rendszerváltozás óta politikai bőtidőszakot kellett elviselnie. Eddig, hiszen az új nemzedék hangja megállíthatatlanul erősödik. A magyar fiatalok már sokszor megmutatták, mire képesek, akárhogyha szovjet elnyomók, vagy akárhogyha politikus bűnözők akarják elvenni az ő jövőjüket. A fiatalok között a Mi Hazánk mozgalom egyre jobban áll, és mi azért dolgozunk, hogy a fiatalok is egyre jobban álljanak Magyarországon. A jövőt pedig nem lehet megállítani.